Kara? Blue. 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 Pink. Green. Kézműves foglalkozást tartanak az első alkalommal megrendezett angol nyelvű táborban Bátaszéken. A dzsungel témakörre épített tematikus tábort két fiatal tanárnő találta ki, mondván, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a nyelvtanulást. A környékbeli iskolákban jellemzően a német nyelvet oktatják első osztálytól, így az angolt maximum csak negyedik, ötödik osztályos korukba kezdik el a gyerekek tanulni. Ezért döntöttek úgy, hogy megszervezik az első angol nyelvű tábort Bátaszéken. 6 és 12 éves kor közötti gyerekek jelentkezését várták. Úgy jött az ötlet, hogy szülőktől kaptunk visszajelzést, ugye, hogy vége a tanévnek, és hogy milyen jó lenne folytatni az angolos oktatást. Ugye óvodában is tanítunk, és utána már csak negyedik osztályban tanulnak a gyerekek angolt, és fontos lenne egy ilyen hidat építeni a két oktatás között, és a bekerülésnek a feltétele az egy életkorhoz volt kötve, 6-tól 12 éves korhatárt szabtunk meg, és a kis diákjaink, bátaszéki, de akár budapesti gyerkőcök is jöttek hozzánk. Úgy gondoltuk, hogy a gyerekek ugye negyedik osztálytól tudnak csak angolt tanulni, és hogy nagyon fontos és nagyon hasznos számukra, hogyha minél korábban, minél kisebb korban betekintést nyernek az angol idegen nyelvi oktatás világába, és ezt mi játékos, kommunikatív formában oldjuk meg. Gitározni és zenélni fogunk a gyerekekkel, hangszereket csinálni, mesedélutánokat csinálunk, ahol autentikus angol nyelvű mesekönyveket mesélünk el a gyerekeknek, előadjuk mindenféle bábokkal, mondókákat tanulunk, verseket, azokat ugye a gitáros zenéléssel fogják a gyerekek is megtanulni, előadni. Minden nap két angolos foglalkozás van a gyerekeknek külön kis mikrocsoportokban, korosztály szerint ők szét vannak osztva, és így is támogatva ugye a megfelelő nyelvi képzésüket. Mindenféle kézműves feladatokkal készültünk nekik ugye tematikusan dzsungel témában. Van olyan kisdiák, aki még nem tanult angolt, ezért úgy csináljuk a dolgokat, hogy persze, aki már tanult, annak ismétlés, neki új információ, de folyamatosan magyar nyelvvel is segítjük őket, és nagyon fontos egyébként az, hogy a társaiktól is tanulnak, tehát minden játékban ők nincsenek lemaradva, ha a többieket másolják, akkor már az nekik szuper, de egyébként ma már több mondatban meg is szólaltak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekik ez nem jelent akkora korlátot, és akkora nehézséget, hiszen nem szoronganak. Tehát, hogy ezeket, amik például egy felnőttben benne van, hogy nem mer megszólalni, nekik pont ez a játékos atmoszféra, ez a közösség, ezeket pont lebontja, és így megmernek szólalni. A foglalkozás egyik célja, hogy az idegen nyelv használattól ne féljenek a gyerekek. Remélik, hogy jó híre megy majd a tábornak, és jövőre is megrendezhetik. Mindenféleképpen szeretnénk ezzel tovább menni. Jövő nyáron is szeretnénk tábort tervezni. Lehetséges egyébként, hogy kicsit korábbi időpontban, ennek oka, hogy tulajdonképpen ilyen későre lett, viszonylag későre lett téve a tábor, az, hogy én eddig ugye intenzív tanfolyamokat tartottam, és ezáltal nem tudtunk előbb kezdeni. De szerintem így is nagyon jól összejöttünk, úgyhogy teljesen jó. Ezen kívül szeretnénk tematikus alkalmakat, Halloween, húsvét, karácsony, és azok mondjuk ilyen félnapos foglalkozások lennének, és azon belül megismertetni az adott nyelv kultúrájával a gyerekeket. Napi két angol óránk van. Ezen kívül kézműves foglalkozások. A kézműves foglalkozásokon is előkészülünk az angol órákra, hiszen azokat a dolgokat használjuk, és azok segítenek nekünk, hogy az egy hét alatt minél több dzsungellal, állattal, színekkel, számokkal kapcsolatos, igékkel kapcsolatos szavakat megtanuljanak. Bátaszékváros önkormányzatának támogatásával lehetünk itt a műfázban. Ezen kívül minden saját költségre állunk, az étkeztetés, napi háromszori étkezés, étel, ital, snack, minden. Nagyon gyorsan beteltek a helyek, pedig kevés támogatást kaptak, így a szülőknek is jelentős összeggel kellett beszállniuk, ha szerették volna, hogy gyermekük részt vehessen az angol nyelvi táborban.